Kis Benedek Máté július 1-én a Weekend című műsor vendégeként játszott stúdiónkban. A fiatal furulyás az egyik komoly zenei tehetségkutató felfedezettje. Kis Benedek Máté hamarosan ingyenes koncertet ad Baktaló rendházán. A szervező egy nyíregyházi egyesület, Csobó Péterék már harmadik alkalommal hívnak életre kulturális programot. A Kultúra rejtett arcai címet viseli az előadás sorozat, egy programsorozat. 10 program elemet tervezünk, jó részt Nyíregyházán, de lesznek Baktaló rendházán is előadások. Nagyobb részben komoly zenei koncertsorozatról van szó, és 3 alkalommal kortárs tánc előadásokról. Nyíregyházán a Vikár Zeneiskola előadó termében, a Kodály iskolának a termében lesznek koncertjeink, és a színház kamaratermében lesznek a tánc előadások. Baktaló rendházán pedig a református templomban és a művelődési házban. A tánc virtuózként emlegetett Fehér Ferencet, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Vikár Sándor Zeneiskola közös zenekarának előadását is láthatják, hallhatják majd színpadon az érdeklődők, tette hozzá a szervező egyesület elnöke. Azt szeretnénk, hogy fiatal előadó művészek, táncművészek és fiatal komoly zenei előadók jöjjenek Nyíregyházára, illetve Baktaló rendházára, és elvigyük a fiatalokhoz ezeket a programokat. Az a tapasztalatunk, hogy a én korosztályom, mondhatom azt, hogy a középkorosztály és a tőlem idősebbek örömmel járnak komoly zenei programokra, de a fiatalok valahogy hiányoznak, és szeretnénk, ha ők is eljönnének ezekre a programokra. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy kezdünk egy jazz programmal. A jazz koncert is ingyenes lesz Nyíregyháza egyik belvárosi kávézójában. A részleteket és további programokat az egyesület internetes felületein lehet elérni.